Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, Mercantil Bank Liga MB2 36. fordulójából. Eto FC Győr, 3. kerület. Zöld-fehér szerelésben hazai pályán az Eto FC, kékben pedig a vendég 3. kerület. Egerszegi előre. Barci próbálja még összeszedni, és be is tudja tenni középre. Barci! Hűha! Ez most nagy hiba volt. A szép labda. Óvári még mindig megtartja a 16-oson belül. Óvári el is lövi éles szögből, aztán a kipattanóra is megpróbált lecsapni. Egy nagy győri helyzettel kezdődik a mérkőzés, hogyha mondhatom ezt így a 7. percben. Teszi tovább Köbölnek, Köböl meg még egyel tovább. És átemelik a labdát Faggyas fölött, és szerencsénk van, mert nem csak fölötte, hanem a kapu mellett is. Ez most az egy meleg szitu volt. Vince dobhat, tehát belépünk a 16. percben eltelt negyed óra a meccsből. Elég jó iramú kis mérkőzés, Priskin fejjel, és ott a gól! 16. percben Priskin fejesével megszerzi a vezetést az Eto, és egy meglehetősen fura ünnepléssel ünnepli a gólját Priskin Tamás. A lényegen mindez nem változtat, 1-0-ra vezetünk 16 perc után. Horvátot futtatják a csapattársak, és érkezik középen Daróci. Hú, de kellett az a védekezés. Kovács még ráviszi két védőre, aztán Vitális nem lövi el első szándékból, másodikból igen, megpattan. Balázs Józsefnél landol így a labda. Vitális, ez még akár jó is lehet. Kovács, még egyel tovább. Óvári a 16-oson belül ellövi. Balázsban elakad. Vitális. Teszi középre Vitális, Priskin 2-0. Gyönyörű szép támadás, szép gól. Priskin Tamás egyedül érkezett középen. Vitális meg hajszálpontos labdát tett középre Priskinnek, csak ki kellett lőni a jobb alsó sarkot. Vitális. De szép labda lenne az Bacsának, és nem csak lenne, Bacsa elviszi a kapus mellett, és kapufára gurítja Bacsa Patrik. Hát a nehezét már megcsinálta. Hát megmondom őszintén, én ezt már benn láttam. Hozhatjuk ki a labdát, Óvári sarokkal hátra. Priskin, ő is sark az egyet. És Bacsa, na talán most, Bacsa egyedül viheti rá a kapusra, megint elviszi a kapus mellett, Bacsa, na ez már benn van egy perccel később. 3-0-ra vezetünk, ami kimaradt az 55. percben, az most benn van az 56-ban. Gyakorlatilag pontosan ugyanaz a szituáció. Ugyanúgy kerülünk a kapus mögé. 3-0. Kettő mérkőzés van még hátra egyébként a csapatunknak a bajnokságból. Vitális. Létszámfölényben is vagyunk. Vitu lövi el ott a negyedik. Vitális gyönyörű szép megoldás. 4-0 a mérkőzés 60. percében. Ott az 5. gól, bizony ott az 5. gól. Óvári is betalál. Hát kérem szépen, ez örömfutball. Tökéletes labda volt. Priskin előtt elgurult. Vince labdája. Óvári meg ott volt, és éles szögből bevágta a léc alá. Óvári. Szép. Felrúgják Óvárit. Ez bizony sárga lap lesz, valóban így van. Köbölnek pedig már volt egy sárgája, ez pedig azt jelenti, hogy negyed órával a vége előtt megfogyatkozik a vendégcsapat. Higgadtan hátra Faggyasnak, Faggyas Kovácsnak. Farkas. Szép megoldás Tubolytól. Az még szebb. Tuboly. Mekkora gól, de gyönyörű találat volt ez Tuboly Mátétól. Ott a 6., a kapufa is besegített egy kicsit. Nagyon szép megoldás, szép gól. Kovács.
Kovács Vitálisnak. Klaus lövj el! Mekkora gólt vágott Klaus Milán! Gyönyörű szép, és ott a hetedik találat. Hát szebbnél szebb gólok itt a második fél időben. Jól vette észre a lehetőséget, és kipókhálózta a jobb sarkot. És kérem szépen, itt a vége a mérkőzésnek. Az Eto helyenként egészen szenzációsan játszva 7-0-ra győzi le a harmadik kerületet, tulajdonképpen végig kézben tartva az egész mérkőzést, és ezzel begyűjtve a 3 pontot, és közben még természetesen jár az elismerő taps a kerületnek, a győri szurkolók részéről, és mindenki másnak pedig a pacsi és a gratuláció a pályán, hiszen nagyon szépé tették a srácok ezt a vasárnap délutánt. A végeredmény tehát Eto FC harmadik kerület 7-0. Először is gratulálok az Etónak. Másodszor azt gondolom, hogy aki látta az első fél időt, az nem gondolta volna, hogy ilyen gólarányjal fog nyerni a hazai csapat. Azt gondolom, hogy amit elterveztünk, az őt is szereztünk, 3-4 úgy labdát, amit ha végigviszünk, nem is értem a játékosaimat, hogy ilyen labdaszerzésben nem tudjuk befejezni az akciót. Majd kapunk megint 2 bedobásból gólt, amiben egyáltalán nincs, hát mi domináltunk, mi nekünk a játékunk ült, amit még egyszer mondom, tehát nem tudott velünk nagyon mit kezdeni az Eto, de ilyen, hogy az első és a második gól, az annyira megültette szerintem a csapatot, amit ugye itt jön be, hogy kellenének olyan karakterek és játékosok, akik ilyenkor azért meg tudják tartani azt, hogy a csapat ne essen ilyen hullámba, vagy ne essen ennyire maga alá, vagy ne kerüljön ennyire mélyre. De azt kell, hogy mondjam, az Eto rúgott 3-4 olyan gólt, hogy azt gondolom, hogy lehet, hogy Puskás díjas. Ezt is hozzá kell tennem. De ennyire nem lehet összeesni. Tehát azt látni, hogyha nincs egy Egerszegi, nincsenek olyan játékosok fönn a pályán, akik vagy valami véget, ugye ezek a játékosok azért sérülten vállalják, mert nagyon-nagyon rövid maga a keretünk, hiába vagyunk, szépen nézünk ki a kispadon, de igazából nem rendelkezünk olyan játékosokkal, ami kellene a rendszerünkbe. Még egyszer mondom, gratulálok nekik, van 2 forduló, ahogy hallom, él még az, hogy bent tudjunk maradni. Egy mérkőzést játszunk otthon, utolsó fordulóban pedig lehet, hogy egy kiki meccset fogunk játszani. Nagyon gyorsan el kell felejteni ezt a mérkőzést. Van ilyen, azt gondolom, mindenki életében. Azt kell megnézni, hogy miért történt meg, és az elképzelhetetlen, hogy bejönnek a cserék, és nincs egy labdaszerzése, nincs egy ütközése, nincs egy visszafelé sprintje, mi ezt nem bírjuk el, és ez megengedhetetlen annak a csapatnak, aki bent szeretne maradni. És ezt őszintén el kell mondani a játékosoknak, mert máskülönben játszhatunk mi otthon a Nyíregyházával, mehetünk Békés Csabára, és hiába alakulnak jól az eredményeink, ha ezek a játékosok nem érzik ezt át, és őszintén el kell nekik mondani. De még egyszer mondom, gratulálok az Etónak. Volt itt más is, de már nem akarok arra kitérni, én azt gondolom, hogy akkor azt mondják, hogy megint mással foglalkozok. Úgyhogy gratulálok. Hát én is örülök, hogy a sok-sok rugott gólnak, de azért nem volt ez olyan egyértelmű ez a mérkőzés az elején, tehát első 20 percben nagyon rosszul kezdtünk. Hátul is ugye követtünk el hibákat, mi akartuk őket letámadni, erre ők támadtak le ugye minket. Kicsit magunkra is húztuk, és ott ugye voltak hibák az elején. Aztán ugye rá is utána, hogy tudtunk gólt, hogy gólokat szerezni, az már rányomta a bélyegét, ugye az ellenfél már kicsit összetört. Azért én azt gondolom, hogy az ellenfél az egy jó csapat volt, ugye a Kecskemét is a 90. perc után tudta őket megverni, de azt gondolom, hogy most mindenki maximálisan belerakta a munkát, ők ugyanúgy a fiataloknak, idősebbek, tehát ez tényleg most úgy nézett kívülről, mint egy csapat, egyveleg a fiatalok, idősebb játékosok, mindenki egyfelé húzott. Úgyhogy ennek ez a vége, a 7 gól.